Léggömba ragaszkodás. A sárga lepedőn számos hajtás. A költészet napjának előestéjén 7 fiatal író, költő olvasta fel alkotását. Ezt megelőzően Kalmár Zsuzsa, a Népszínház színművésze faggatta őket. Úgy írsz, hogy arra gondolsz, hogy egyszer valaki majd kíváncsi lesz erre. Az irodalmi esten fellépett Barát Attila, Brestyánszky Dina, Hernyák Zsóka, Pámer Csilla, Mácsai Endre, Munyin Andrea és ifjabb Rácz József. Nemrég kezdtem el írni, senki vagy semmi nem késztetett. Valójában egy érzés volt, ami elfogott. Vannak ilyen pillanatok, pillanatképek az életben, amik elkapnak, bizonyos gondolatok, amiket úgy érzem, hogy le kell írnom, mert különben elfelejtem őket. A Pálffy Kucsera páros több költeményt is megzenésített, ezeket is bemutatták az esten. Vigyázott, csak mint két nagy totálból ringó ringató, paralízises, csak rám ne lép. Óriás talpú mafla, ó, húzzaló. Szerintem totálisan érdemes eljönni ide, mert így annyi újat kap az ember, megismeri azt, hogy milyenek a körülöttünk lévő emberek, hogy egy barát mit tud adni, hogyan tudja kifejezni magát, szerintem abszolút érdemes. Az első karc, vizuális arca Torok Melinda festőművész volt, aki a 2005-ben készült festményeiből rendezett alkalmi tárlatot, a fellépőket is lerajzolta. De a Csilla nagyon aranyos. A tervek szerint a karcot a jövőben havonta megszervezik. Nem csak fiatal írók, költők fognak bemutatkozni, hanem egy-egy témához, személyhez kötődően is tartanak majd irodalmi esteket a Népkörben.